De nem is leveleztetek? Nem nagyon. Mitől van itt ilyen hideg? Jéghideg az összes fal. Hidegebb van benn, mint odakint. Mert nem itt lakik. Úgyhogy nem itt. A fő inspirációs forrás az egy film volt, a Plastic Szerelem című amerikai film, aminek az alaphelyzete az gyakorlatilag majdnem ugyanez, mint a mi darabunké, hogy két testvér sok év után találkozik egymással, és ott is van egy elég sötét múlt, ahol nincsenek szülők, vagy aki volt, az is, hát az se volt teljesen rendben. És amikor ezt a filmet láttam, akkor nagyon sok minden elkezdett érdekelni belőle. Többek között azért is, mert hogy engem így személyesen is nagyon izgatnak ezek a transzgenerációs dolgok, az elméletek, hogy mert ugyanis meg akarom érteni nyilván magamat is, meg a múltamat, szóval ezek a dolgok nagyon érdekelnek. Figyelj, Janku, arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha átköltöznél hozzánk. Jó itt nekem. De napok óta mínuszok vannak, félek, hogy beteg leszel. Van radiátorom. De az a te házad is. Mindjárt itt a hagyatéki is, utána hivatalosan is. Bandi is örülne neki. Nekem általában egy darabbal való foglalatosság, vagy ha egy témához nyúlok, amit aztán félig meddig én írok meg, akkor általában valami képek vagy terek is elég hamar megjelennek, néha először azok jelennek meg. És amiben biztos voltam, hogy itt mindenképpen egymástól távoli, izolált, szűk terekben élnek emberek, és ezek valahogy próbálnak egymáshoz kapcsolódni, de ez nem nagyon jön össze, vagy épp csak alig, vagy csak kezdeményei történnek meg ebben a történetben. Abból, amit én eddig láttam, teljesen egyértelmű, hogy nehézségei vannak az emberekkel így általában. Reggel elmegy dolgozni, este hazajön, bezárkozik a sufniba, és a kettő között nem szól senki. Az nem sufni, hanem téliesített garázsépület. Nincs egy ember a községben, akivel megosztaná a gondolatait. Talán nem olyanok a gondolatai, amit itt bárkivel meg lehet osztani. Egyre inkább azt látom, és nem tudom, hogy ez régen is így volt-e, de hogy most, ahogy elkezdek beszélgetni emberekkel, az derül ki, hogy mindenki nagyon-nagyon rosszul van lelkileg. És nyilván, hogyha találkozom valami olyasmivel, ami így számomra nem szimpatikus, vagy értetetlen, nem, azért nem arra gondolok elsőre, hogy hú, neki milyen belső vívódás, meg problémái, meg traumái vannak, hanem az első reakció az mindig az, hogy úristen, ez egy bunkó, vagy nem tudom. És akkor elkezdünk beszélgetni, vagy kicsit megkapargatjuk, akkor most eléggé azt látom, hogy mindenkinek ott van. És valamilyen folyamatos szenvedés, vagy ilyen lelki nyomor. És ez nyilván nem független attól, hogy milyen közegben, milyen hangulatban élünk. Miért vagy ilyen szüktelen? Ártott neked Jászmin valami? Szegénynek nincs hová mennie, és karácsony este van, én meg azt mondtam neki, hogy itt jó emberek laknak. Ne sírj, semmi baj. Semmi baj, nem akart. Biztos nehéz lehet neki, hogy új helyen lakik. Nektek is boldog karácsonyt!